Sziasztok, Marika vagyok. Ott a macsek. Minek van kutya, hol? Akkor nincs kutya. Mondom, kijövök egy kis esőt mutatni. Szép muskátlik. Persze úgy vettem őket. Ezt itten, ti mit csináltok vele? Nézzük meg még milyen szép, és akkor itt ki kéne tépni. Nyau, nyau, nyau! Tiszta víz a macska. Na, így meg hogyan néz ki? Ezeket viszem a komposztra majd. Tegnap borsó pucolás volt. Hallottátok ezt a hangot? A szomszéd ezzel idegesít. Megy állandóan, mit tudom én, milyen riasztója. Nem riasztó kéne, hanem rend. Van olyan növényetek? Hát az olyan szép, én úgy szeretem. A nevét nem tudom, persze, de majd utána nézek, de nem nézek utána, mit érdekel engem mi a neve. Olyan, mint a zöldség, olyan a levele. Mint a zöldségnek. Ó, ez kiborult. Majd összekötöm. Gondolom a víz megnyomta, nem is fog megállni. És egy kézzel. Leteszem a telefont, akkor a hortenziám tele van virággal. Szép, ugye? Amit nem eltem, az itt killódik. Hát majd eszem belőle valami. Idő kérdése. Férjemnek a gyönyörű páfrányai. Egyszer valahonnan átdövő hozta, de még lehet, hogy van olyan is, amit éli arborétumból jó pár évvel ezelőtt. Lilaakác, pár virág volt rajta csak az idén. Ezt a kaktuszt nem ismeritek? Mert a nevét nem tudom, de ennek olyan gyönyörű a virágja. Ezt lehetne szép. Úgy látom, csak egyet hoz. Lehet, hogy az is az lesz. Ez miértlen szép virágja. Ezt a lányom vette magának, de megunta, hogy ezen semmi nincs. Ide hozta. Nézzétek, milyen gyönyörű. Ugye, ahogy ráesik az eső. Hát ez nagyon szép. A muskátlia, ez a purcsin, ez itt is itt van. Mindenhol a fül. Ez ugye a saját muskátlim. A keki fa az tisztára visszafagyott, mikor kiügyezett, de azért lesz rajta termés. A vetten a magról nevelt, azon nem. Tegnap megjött a fa, persze első, ugye, és nem lehet hordani, mondjuk a fémnek fáj a dereka. Majd erről a garázs felújításról mutatok képet. Vagy videót. Na, ide nézzetek, így van nálunk az első felfogás. Első víz. Ezt a fém csinálta rá, ott Barton, szúnyoghálót. Itt folyik át a másikba. És ez akkor sokáig elég. Ott is volt egy. Ott. De abban nem nagyon folyik, mert erre rájt a csatorna. Na, akkor még megnézzük a teleket. Itt ez a régen ólag voltak. Hú, a férjem ide hagymázott. Ja, már reggel hozott be hagymát. Ettünk hagymát, olyan büdösek vagyunk. Na, itt is van kettő hordó.
Ez is ugyanúgy működik. Ezt nem tudom, miért hagyta itt rozsdásodni. Mindenre kéne rakni. És akkor ugye itt jó sok első víz összegyűlik. Akkor sokáig tudunk öntözni, mert általában mindig lesz. De a fiam annak idején ide a telek, meg a kert, meg az udvar közé van víz. Ugye, meg ilyen zuhanyozni szokott, én nem. Itt a Katalin cseresznye, itt a szeder, magyaróvokor. Ó, ez itt mi? Az valami vihartól tele vagy. Mit tudom én. Ide nézzetek. Ez egy, csak olyan hordó, amit majd szétvág ilyen lapoknak. Oda nézzetek, ott egy csiga. Ez a mesztelen csiga, tudjátok, hogy mindent megeszik. És itt ez a gomba, ez a fának a betegsége szerintem, mert ez egy beteg pomár. Ez már kidült. Nézzétek meg, itt kidült. Tisztára korhat. De ott meg kihajtott. Ez honnan van, nem tudom. Biztos itt hagytak a utca. Ott is egy csiga. Meg kell őket gyilkolnom. Jaj! Ez a cseresznye. Most jó koszosok ezen, de azért megeszem. Csigához nem nyúltam. Hát finom, amíg éretlen. De akarsz érni, akkor nekem nem ízlik. Majd aki oda szólt, elviszi. Magyarul akkor. A saláta nem igen sikerült, ez ami nem jó fajta. Lehet, hogy ide kell permetezni a mákot, valami gomba ellen, mert látok ilyen, meg a fiam is mondta. Na, az meg a kötözésen kívül van. Na, azt hiszem, kijövök salátáért, aztán amit még lehet, azt mentem a gyomromba. A borsónak nagyon jót tesz ez a sok víz. Hú, két félét vettem, hát tényleg. Már van, tudjátok mennyi? 2, 4, majdnem 5 kiló. És csak arról 2-3 sorról szedtem eddig. Erről meg erről. Úgyhogy a gyerekek kapnak az idén, de jövőre nem ütetik ennyit, mert a derekam kegyetlenül fáj, ahogy hajulok. Csoporthagymából majd húzogatunk ki, ugye egy van leragva, és akkor ilyen sok lesz belőle. De ez egy nagyon beteg fajta, egy jó, annyit kell napon égetni, hogy jó legyen. Na most, ha ez az eső eláll, akkor lehet kapálni, mert nézzétek, tiszta purcsin minden. Ez a purcsin, másik nevét nem tudom, de ez kegyetlenül hajt mindenhol. És már retket is lehet enni. Hát nagyon füves minden, ugye, mert állandóan esik. Ide akartam batátát, de ahhoz hiszem, abból már nem lesz semmi, mert még nem is gyökeresedik, aztán már 3 hete beáraktam vízbe, de hát nem most kellett volna februárban, de hát ugye nem gondolkodtam, csak gyorsan. Ja. Annyira nem szép minden. Most, hát a cseresznyének most annyi lesz, mert el fog repedezni. Ugye pedig jönnek a gyerekek holnap vagy holnap után. Hát majd a fiam szed nekik, mert
arra nem lesz ide. Ott a határ, ez nem a határám, csak én úgy mondom, ott a rába a fáknál. Hát nincs egy kilométerre. Lehet, hogy gyorsan vittem a kamerát, hát akkor kezeljétek el. Itt van egy kis őzike, az anyukája ide fialta. Állandóan kidugiszálja a fejét. Most beállítom úgy, hogy ez az oszlopnak a tetején nézzetek el. Úgy, és ahol a sárga gabna van, a gabnának a túlsó felén ott közben kinyomja a fejét egy kis őz. Most látjátok? Na. Pont az oszlopnak a tett közepénél, ott közben kinyomja a fejét egy kis őzike. És ugye akkor szokott így meghegni, mint a rókák, vagy ugye hangja van. Akkor jön az anyja. Hát messze van, ugye, meg nem is tudnék oda menni. Most is látni, hogy kint a feje, csak ugye homályos. Itt az oszlopnak a közepénél. Ebben az odóba, ebben nincsenek madarak. Hát nem is jó helyen van, ugye? De hogyan tudna berepülni. Amúgy van ám rajt cseresznye itt alul, de fönt, ugye, nem olyan jó, mert csak az ágak végén. Ahogy ezt sem mondtam is egy videóban. Hát igen, ilyen kertes családi házban sok a munkája, de van már gyönyör. Kijövök, és akkor ezek. Hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Gondoltam, megmutatom egy esőbe a kertet. Ez a ribízli, ez azért van ültetve, hogy a kislányom leszennyezte, vigye, hogy a fém szokott belőle bort csinálni. Mert én annyira nem vagyok oda, a feketét szeretem, az meg egy bokorral sincs. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ezzel búcsúzok is. Sziasztok!